A 2010 óta tartó gazdasági fejlődés egyik alappillérét adják a munkaerőpiaci kormányzati programok. Ezek közül az úgynevezett GINOP pályázatok keretében az álláskeresők szakmai képzéseken vehetnek részt. Tolna megyében eddig az elmúlt évek alatt közel 900 főt segített így a Tolna megyei kormányhivatal új szakmához és munkához. Ez különösen magas számnak számít országosan. Ezeknek a képzéseknek a nagy része valamilyen OK-s képzettséget biztosít, vagy valamilyen hatósági, általában valamilyen jogosítvány megszerzéséhez biztosított lehetőséget. Azt is érdemes tudni ezzel kapcsolatosan, hogy megpróbáljuk ezeket a képzéseket a keresletvezéreltséghez igazítani, tehát olyan képzéseket indítani, amire nagy arányú munkáltatói igény van. Nem csak a munkakeresőket, a munkáltatókat is támogatják a GINOP pályázatok. Ők bér- és járuléktámogatást igényelhetnek, ha regisztrált álláskeresőt alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy az első 8 hónapban egyáltalán nem kell adót fizetniük az új dolgozójuk után. Ezek mellett a GINOP rendszer a vállalkozóvá válásban és a munkába járásban is tud anyagi támogatást nyújtani a pályázóknak. Ezekre a célokra több 100 milliárd forintot fordít a kormány, amiből több milliárd jut Tolna megyére. Országosan ezen 18 megyét kell érteni, hiszen a GINOP programban ennyien 18 megye vesz részt, összesen 214 milliárd forint. Nyilván ez is érdekes, hogy Tolna megyére ebből mennyi jut. Tolna megye 6,6 milliárd forintot kap. Ebből a pénzből 5500 fő elhelyezkedését valósítja meg a kormányhivatal 2021-ig. Közülük több mint 4330 álláskeresőnek már tudtak segíteni.